A földrajzi nevek helyesírása olykor komoly gondot okozhat nekünk, ezért ma úgy döntöttünk, elbarongolunk a pirodalmukba. Jelenleg szinte minden ismerősünknek van Instagram fiókja. Vajon ha Marosnak is volna, mit írna magáról az adatlapba? Talán a következőket. Sok a követője. Közép-európában, Romániában, pontosabban a Kárpát-medencében tartózkodik. A gyergyúj havasókban született. Jelenlegi foglalkozása folyó, tekergő. Hobbia az ismerkedés és a kirándulás. Barátai az Olt, a Tisza, a Duna és a Fekete-tenger. Kedvenc története Maros és Olt mondája. Kedvenc kirándulási célpontjai Erdély, Magyarország, Havasalföld. Kedvenc városai Marosvásárhely, Díva, Arad és Szeged. Álmai, hogy egyszer hulladékmentes lehessen. Keressük ki a földrajzi neveket a Maros Instagram oldaláról. Rajzoljunk egy tobozt, és helyezzük őket bele. Íme, ők lennének azok. Láthattuk, nagyon sok földrajzi név fordult elő az adatlapon. Azt is megfigyelhettük, hogy ezeknek eltérő a helyesírása. Csoportosítsuk őket ebbe a három dobozba a helyesírásuk függvényében. Az első dobozba kerülnek az egyelemű és az egybeért több eleműek. A másodikba azok a több eleműek, melyeknek tagjait nagy kezdőbetűvel írjuk, és kötőjellel választjuk el őket egymástól. A harmadikba pedig azok a többeleműek kerülnek, amelyeknek az előtagját nagy kezdőbetűvel írjuk, utótagját kicsivel, és kötőjellel választjuk el őket egymástól. Íme az elrendezések. Az utolsó dobozbeliek utótagja egy-egy földrajzi köznév. Ezért kiskezdőbetűvel írjuk őket, akkor is, ha egy földrajzi név részei. Egy újabb kihívás vár ránk. Irány a városba. Robi szeretne eljutni a leheltérről a hősök terére. Te vagy a GPS-ének a robot hangja. Mondd neki a legrövidebb útvonalat. Íme egy lehetséges megoldás. Haladj dél felé a Váci úton, majd fordulj balra a Ferdinánd hídra. Haladj át a hídon, majd fordulj jobbra a Podmanicki útra. Az út vége kereszteződik a Dózsa György úttal. A kereszteződésnél térj jobbra, majd ezen az úton haladj előre, ameddig elérsz a hősök teréhez. Közlek egy figyelmesen. Megjegyzem az út, utca, tér, híd szavaink, közterületet jelölő szavak. Ezért kis kezdőbetűvel írjuk őket akkor is, ha a földrajzi név részei. amit ma megtanulhattunk a földrajzi nemök helyesírásáról, hogy mindeniket nagy kezdőbetűvel írjuk. Ám helyenként van eltérés a helyesírásukban. Az egyeleműek és az egybeírt több eleműek általában egy ország, település, folyó vagy régió nevét jelölik. A több több példát is láttunk. Nagy kötőjel nagy szerkezetűek, mindkét eleme nagy kezdőbet felirandó kötőjel köti össze őket. Az ilyen szerkezetűek előtagja közszó, utótagja tulajdonnév. Nagy kötőjel kicsi szerkezetűek előtagja közszó vagy tulajdonnév, és utótagja földrajzi köznév. A nagy kötőjelmentes kicsi szerkezetűek előtagja tulajdonnév vagy közszó, utótagja pedig közterületi név. Képzeld el, hogy szeretnéd megpályázni az iskolában meghirdetett kirándulást. A benevezésed első feltétele, hogy kitöltöd a következő űrlapot. Láss hozzá a feladathoz, ne hagyd ki a lehetőséget. Jussanak eszedbe, a földrajzi nevekről tanultak.